21. századi elvárásoknak megfelelő létesítmények helyett a kollégistáknak a szocializmusból ránk maradt omladozó épületekben kell tölteniük fiatal éveiket. A legtöbben rá vannak utalva erre a lakhatási formára, hiszen a bérlakások megfizethetetlenek diákpénztárcával. Több mint 40 ezer egyetemi hallgatót és közel 45 ezer középiskolás diákot érint ez a probléma, ami majdnem 100 ezer családot jelent. A Mi Hazánk mozgalom szerint ellátásbeli és infrastruktúrális fejlesztéseket kellene végrehajtani. Az elmúlt évek befektetései láthatóan nem oldották meg a helyzetet, hiszen láthatjuk és hallhatjuk, hogy a diákok többsége még mindig nincs megelégedve az életkörülményekkel. Miből és hogyan oldanánk meg ezt a problémát? 2021-től a kormány évi 40 milliárd forintot költ külföldi tanulók tanulmányaira, benne lakhatásra. Természetesen nem kollégiumokban, hanem bérlakásokban. Felháborítónak tartjuk, hogy ahelyett, hogy javítanának a diákok lakó körülményein, ahelyett hallgatónként több mint havi 200 ezer forintot költenek erre a programra. A Mi Hazánk szerint ennek a pénznek máshol is lenne helye. Például a magyar diákok körülményeinek azonnali javításában. 21. századi kollégiumokat szeretnénk a magyar diákoknak, hiszen nekik kellene az elsődlegesnek lenniük.